my eyes is a desert of stone and ice. The surface red like Mars as the winds flow in galactic times, where no one ever found the crying winds it sound. Was it really once a land and the life it might have held? What flourished here before? Wasteland, wasteland. I wanna make it to the end, but the roofs and the sand are electrified, and I'm tied to the bone, still energized, and I'm jumping to avoid the vault, to escape the old. Magyarországi atomenergia beruházások, és különösen ezeknek a kiégett fűtőelemeknek az elhelyezése, a jogi szabályozás, én azt mondom, hogy pillanatnyilag nincsen fölkészülve arra, hogy itt megnyugtató megoldásokat találjunk, hiszen nincsen példa arra, hogy valahol a világon sikerült volna már ezt a kérdést rendezni. A szakértők sem képesek minden egyes tényezőt időben figyelembe venni. Ezért van az, hogy számtalan esetben a szabályozás ellenére is bekövetkeznek katasztrófa helyzetek, olyan problémák, amik előre nem láthatóak. A jogi szabályozás annyira személyre lett szabva, tehát annyira a beruházásra, a PAS 2-re és ezeknek a kiégett fűtőelemeknek a tárolására, hogy a vonatkozó törvényi szabályozás szerint mindössze 100 méter a hatásterülete ennek a leendő tározónak, ami azt jelenti, hogy a közvetlen telek szomszédokon kívül gyakorlatilag még a településen élők sem érintettek, nemhogy egy akkora, majdnem 150 ezres nagyváros lakosai, mint Pécs. Tehát jelenleg úgy néz ki, hogy még a megye székhelynek, Pécsnek sincsen igazából beleszólási lehetősége, hogy milyen beruházás készülődik tőle néhány kilométerre. A különféle engedélyezési procedúrák és ahhozokhoz kapcsolódó fellebbezési eljárások, bírósági eljárások jelenleg leginkább az időhúzás segítik. Tehát általában van remény arra, hogy időközben megváltoznak a feltételek, vagy a belpolitikai helyzet, vagy a nemzetközi helyzet, vagy az árak változása jelent olyan döntő tényezőt, ami megkérdőjelezheti egy évekkel ezelőtti kalkulációnak a helyességét. Mivel a világon sehol nem létezik, nem működik még olyan tározó, amely alkalmas lenne a kiégett fűtőelemeknek hosszú távú, biztonságos tárolására, ezért az engedélyeztetési eljárások során sem tudják ezt még úgy figyelembe venni, hogy ettől függne egy beruházásnak az engedélyezése. Mindenki tudja, hogy ilyen hulladékok keletkeznek, mindenki tudja, hogy ezzel valamit tenni kell, mindenki tudja, hogy magas a kockázat. Az engedélyeztetés során azonban ez a kérdés nem merül föl. A környezetvédelmi szabályozásnak a zászlós hajója az az úgynevezett környezeti hatásvizsgálat, vagy KHV. Ezek az eljárások mind megkövetelik azt a projektgazdától, a környezethasználótól, hogy már előzetesen tanulmány szinten mutassa be, hogy pontosan milyen típusú hulladékok fognak keletkezni a működtetés során, és azt is be kell bizonyítania, hogy már az elején figyelmet fordít arra, hogy a keletkezett hulladékok hogyan lesznek kezelve, hogyan lesznek biztonságosan elhelyezve adott esetben. Érdekes módon az atomenergiával kapcsolatban ezt a kérdést, ezt a jogszabály nem tudja rendezni, hiszen nincsenek meg a minták, nincsenek meg a tapasztalatok azzal kapcsolatban, hogy a legveszélyesebb, tehát a legmagasabb rádióaktivitású hulladékkal kapcsolatban mi lenne a legjobb megoldás. Ide tartozik az is, a PAKS 2 környezeti hatásvizsgálati folyamata során szembesültünk azzal, hogy tulajdonképpen nem kell megmondania az atomerőm építőjének, hogy mit is tervez
csinálni a hulladékával, ami meglehetősen furcsa. Tehát akármilyen gyárat épít Magyarországon valaki, hogy egy sertés izzaldát, a hatóság miatt kiadja a környezetvédelmi engedélyt, meg fogja kérdezni, hogy és mi lesz az üzemi hulladékokkal, mi lesz a trágyával, mi lesz akkor, hogyha letetszik itt bontani valamit, festeni tetszik valamit, akkor mit tetszik csinálni ezekkel a hulladékokkal? Az atomerőműnek az, hogy mi lesz a kiégett üzemanyaggal, erre a kérdésre valójában nem nagyon kell válaszolnia. És ezt arra hivatkozva tehetünk az atomerőmű, hogy a kiégett üzemanyagok átmeneti tárolja, amit majd esetleg építenek a paksi telephelyen, az külön önmagában is engedélyköteles tevékenység. És azt lehet rá mondani, hogy ez nem ennek az eljárásnak a része, ezt majd ráérünk majd valamikor később megbeszélni. Igen ám, de akkor ott ülünk, akár a teremben, a közmeghallgatáson, és hiába teszik fel a kérdést, azt mondják, hogy ezt most ezzel nem kell foglalkozni, és hiába él Magyarországon 10 ember, akit igenis érint ez a probléma. Hogy mégis, jó, megtetszik építeni az atomerőművet, de mit tetszik csinálni hulladékával? Szerintem az nem válasz el a kérdésre, hogy majd később megmondom. Gyakorlatilag ez történik. Majd később megmondom, hogy hova fogom építeni, mit fogok építeni, majd később megtetszik látni, hogy ezt már biztonságosan meg fogom tudni oldani. Később megtetszik látni, hogy ki fogom tudni fizetni az ehhez szükséges pénzeket. Ha az engedélyezéseket nézzük, hogy atomerőmű építésével, vagy egy radioaktív hulladéktáró építésével beszélünk, kerültem kapcsolatban az elmúlt 14 évben több ilyen eljárással is. Én azt látom, hogy az állami szervek azok egyfajta lejtős pályát biztosítanak az atomenergetikának. Például arról beszélek, hogy a kiégett üzemanyagokat nem számítjuk hulladéknak. Valójában azt akarjuk vele csinálni, mint amit a háztartási hulladék döntő többségével történik ma Magyarországon, elviszik egy hulladék lerakóra, és ott hagyják addig, ameddig az el nem bomlik. A kiégett üzemanyagokkal is ez történik, ez a hivatalos stratégia, hogy építünk neki egy tárolót a föld alá, jó mélyre, oda berakjuk, és úgy hagyjuk egészen addig, ameddig az veszélyes neki, amíg nem lesz veszélyes. On the one hand, the industry then brutally claims and sells this idea to politicians. Yeah, so stuff happens. Chernobyl happened, but there, of course, it was due to Soviet technology and drunken operators. Fukushima, of course, was a hard one for them. But in total, they are cynical enough now, and they call it the learning curve. So it's like they're testing it in free nature, which I find really crazy. And they live in a kind of almost parallel world, yeah? So when you talk, for example, to the boss of the Czech regulator, she then said, Fukushima, I mean, people died because of the earthquake. There's not a single dead person because of the radioactivity. So, and now this aftermath is perfectly managed. So that's how they see it. And they are always in the status of saying, now those reactors are much better than the old ones. But as I keep saying, yeah, but don't tell me that Fukushima was licensed for meltdowns. So they can never guarantee safety. I mean, it's completely crazy, but they are not even on paper able to tell us what they're going to do with nuclear waste. Which is crazy, because for decades they've been claiming, we do it interim storage, and there's final storage, and there's this and that. But now here they're not even able to figure it out. I don't know how this comes. And I think this is important, that we show there is too many open questions, that it's completely undemocratic, that it's very expensive, so that it's easy to communicate and not start with, you know, the whole energy system. Wasteland. I wanna make it to the end, but the roofs and the sand are electrified, and I'm tied to the bone, still energized, and I'm jumping to avoid the vault, to escape the